20 éves a Kincskereső című gyermek folyóirat. Ebből az alkalomból látogattunk el a Százszor Szép Gyermekházba, ahol a TV Kölyök Idő című műsorának szereplői is közreműködnek a nagyszabású gála műsorban. Ebből látok most egy kis ízelítőt. A színes, jól szervezett programot Ványai Éva alpolgármesternő nyitotta meg. Elismerően szólt a 20 éves kincskereső eddigi eredményeiről, majd ajándékkal kedveskedett Simai Mihály író főszerkesztőnek. A műsor nagyrészt a Kölyök Idő szereplőire épült, bár láthattunk egy kis részletet a Piros Esernyő című darabból is, amit a Szegedi Kis Színház gyermekszínjátszói adtak elő. Volt itt minden, ami gyermek szemnek és szájnak ingere. Dal, tánc, vicc, csokizápor és taps, de beszéljenek a képek. Közönség, kedves barátaink! 20 évvel ezelőtt egy izmos kisgyerek Bertetem kiabálásával az októberi napok csendjét. Azaz, hogy inkább egy izmos kisgyerekkel a kezükben rohangáztak a rikkancsuk, tudatva a fiatalsággal, hogy megszületett ünnapja a kincskereső. Johannán arra, hogy egy kicsit ízletlen tréfát tűzünk arra, hogy nagyon szép volt a megnyitó beszéde, nagyon ügyes voltál. Közösségnek pedig köszönjük, hogy reagáltak a táblákra, ez mindig így lesz. Sőt, hogy a cukrot hozunk ki, akkor is lehet nagyon tapsolni. Szóval köszöntsük tehát sok szeretettel a kincskeresőt! Szóval köszöntsük, mondom, sok szeretettel a kincskeresőt! Köszöntsük sok szeretettel a kincskeresőt! Most azért lehet tapsolni, mert tényleg a kincskeresőnek van. Nem tudom, hogy átadhatod el. Kiss it!
életed, miután elhagytad az iskolát? Hát elhagytam az iskolát, hát amikor még az Odesszában voltam, ugye? Az köszönött az iskolában, már akkor voltam kölyökidős, de hát beálltam egy színjátszókörbe, amit Fekete Gizi és Rácz Tibor vezet, és ott játszok most, és egy hát, másik iskolába tanulok, rokizok, és zajlik az élet. Az utóbbi időben ritkán látunk téged a kölyök időben. Mi ennek az oka? Hát nem tudom, valószínűleg, hogy az az oka, mert ugye ebbe a színetondába játszok, és a piros esernyőt adtuk elő, amit Preszter Gábor és Csetényi Arnikó írt, és abban én voltam a főszereplő, és valószínűleg, hogy a rendező azért nem írt bele, mert abban szerepeltem. Szóval tudott is erről, de lehet, hogy nem ez az igazi ok, nem tudom, ezt sose lehet tudni. Mit üzensz a régi osztálytársainak? Hát a régi osztálytársaimnak azt üzenem, hogy nőjenek meg, legyenek jók a jegyei, és udvaroljanak. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Yo le digo ni a Rondani, ¿no?
Most egy olyan kérdést szeretnék föltenni, ami nem egészen szokványos, tehát... Mindjárt kilépek itt hátul, igen. Melyik három kérdést tennéd fel az én helyembe, ha te lennél a Szegedi Odeszaket eszem általános iskola Suli TV riportere? Hát én mindenképpen megkérdezném például, hogy hogy érzem-e magam Szegeden, és hogy tetszik-e Szeged, már amennyit láttam belőle. A másik, amit megkérdeznék, mert kellemetlen kérdéseket is föltennék. Most rólam van szó, persze, hogy nem, de én föl szoktam tenni, hogy például, hogy vagy a lányokkal, meg hasonlókkal, de ezt ne tedd föl, csak úgy mondtam. meg a harmadik kérdések feltenném azt, hogy mondjuk, hogy mire kíváncsiak sokan, hogy milyen csapatnak szurkolsz. És mi a válasz? A válasz? Hát nekem nagyon tetszik Szeged, amennyit láttunk belőle, egy kicsit itt körülnéztünk, örültünk, hogy itt lehetünk. A műsor úgy érzem, hogy jól sikerült, úgyhogy ez is emelte ugye a jó érzéseket, meg hát itt a szegedi élményt. Azon kívül köszönöm szépen, jól állok a lányokkal, a harmadik kérdés pedig a Ferencvárosnak szurkolok. Köszönöm szépen! Nagyon szívesen! Most egy olyan kérdést szeretnék föltenni, ami nem egészen szokványos. Melyik három kérdést tennéd föl magadnak, ha te lennél a Szegedi Odeszaket eszem általános iskola Suli TV riportere? Ajaj, egy pillanat. Első kérdés. Hát nem tudom. Ez nagyon váratlanul ért. Hát, nem tudom, milyen általános dolgok. Nem tudom. Milyen szerint? Hát nagyon ezek ilyen, szóval, ami érdekli az illetőt, aki felteszi a kérdést. Ez azt hiszem mindenkinek. Tehát én, ha én lennék a, nem tudom, te helyedben, akkor azt mondom, hogy mi érdekel. Én így nem tudom. Hát nem tudom, mióta indult ez a kölyök idő akkor? Hát ez 5 éve megy. 5 éve télen kezdődött. Azóta gondolom megváltoztak a tagjai, nem? Hát igen, sűrűn. Mondjuk én azóta benne vagyok, és a Robi, a Borbála, a Janik, meg a Kristóf egy-két hónap eltéréssel, akik ilyen ős tagok, úgymond. De a többiek is már elég régóta benne vannak. De még egy kérdés, hogy... Nem mondjuk, hogy állsz a tanulással? Tanulni nem szeretek túlságosan, hát olyan 4-es, 5-ös. Köszi szépen! Én is köszönöm! Zsinót ne vidd el, légy szíves a zsinót! A zsinót! Matyuma, mehet? Igen. Most egy olyan kérdést szeretnék föltenni, ami nem egészen szokványos. Melyik három kérdést tennéd föl az én helyembe, ha te lennél a Szegedi Odeszaket eszem általános iskola Suli TV riportere? Hát először is az, hogy kerültem be, és hogy mikor, tehát ez egy kérdés. Igen, legyen 2, és akkor úgy könnyebb a dolgom. És hogy szeretek-e itt lenni például? Válasz? Válasz, én most kerültem be 2 hónapja, úgyhogy válogatásra elmentem, és énekeltem. Furcsa dolgon, de énekeltem, és ahogy fölvettek. És másunk, hogy nagyon jól érzem magam attól, attól függ, hogy én új vagyok itt. Tehát... Jó, köszi szépen! Most egy olyan kérdést szeretnék föltenni, ami nem egészen szokványos. Melyik három kérdést tennéd fel az én helyembe, hogyha te lennél a Szegedi Odeszaket eszem általános iskola Suli TV riportere? Hát, mióta szerepel? Választ is, légy szíves. Ja, én? 5,5 éve. És azért még szerepeltem reklámfilmben is, közben tévéfilmben is. Igen. És mint az Új Hullámban vendég, de ott, tehát engem riportert voltatok meg, tehát... A második kérdés az... Nem is tudom. Igen, soha nem volt. Vagyis hát... Mi eszedbe jut? Milyen itt szerepelni? Milyen a légkör, tehát köztünk? A válasz az, hogy jó. Nagyon jó. Tehát én baráti légkörben. A harmadik pedig, hogy... Hát nem tudom. Milyen tanuló talán ez. Igen. És hát... Hát, hogy 4-es, 5-ös voltam. Most már inkább 4-es. És igen. Hát ilyen. Köszi szépen!
Most egy olyan kérdést szeretnék föltenni, ami nem egészen szokványos. Melyik három kérdést tennéd föl az én helyembe, ha te lennél a szegedi Odessa Keteszem a általános iskola Suli TV riportere? Most? Itt? Hát, nem tudom, fogalmam sincs. Nem, tényleg nem tudom. Várjál. Nem tudom, melyik szín a kedvenced? Nem tudom, tényleg nem tudom. Na hát, melyik szín a kedvenced? A lila. Mióta vagy ebben a kölyök időben? Szeptemberben volt egy éve. Tehát most már egy éve és két hónapja. Tanulmányi eredményeid? Hát, 4-5-ös. Köszönöm szépen. Mindig. Köszönöm szépen. Most egy olyan kérdést szeretnék föltenni, ami nem egészen szokványos, hogy milyen kérdést tennél föl az én helyembe, ha most te lennél a riporter? Hú, hát mi a kedvenc színed, mi a kedvenc ételed, és hogy állsz a fiúkkal? A válaszok? Hú. Nekem mi lenne a válaszom? Türkiszkék, türkiszöld. Mit kérdeztem? Nem tudom már. Ja, hogy sok minden, ami megehető, és nem odaéget, és nem rossz, kivéve a lencse főzelék, akkor... A harmadik az volt, hogy hogy állsz a fiúkkal. Igen. Hát, hol így, hol úgy, most éppen nem tudom. Köszönöm szépen. Na, azt szeretném kérdezni, hogy melyik az a kérdés, amit az én helyembe föltennél? Már hogyha te egy riporter lennél. Ez jó, most te kérdezel, vagy én mondjam meg a kérdéseket, amikre később válaszolnom kell? Igen. Az jó. Hát első kérdésem talán az lenne, hogy hogyan kerültünk be a kölyök időbe. Az is érdekelne, hogy a műsorban, mármint hogyha én kívülálló lennék, hogy a műsorban a kölyök idősök improvizálnak-e, vagy eleve megírják a forgatókönyvet és azt adják elő. Hát a harmadik talán szólna egy kicsit, hogy milyen a kölyök idősökön belül a hangulat, hogyan érzik magukat, mit szeretnek csinálni, és ilyeneket. Válasz, ha esetleg tudnál adni. Jó, mi volt az első kérdés? Bár nem tudom. Vissza kérdezem, igen. Na, a harmadik kérdésem az volt, hogy milyen a hangulat. A hangulat nagyon jó a kölyök időben, talán ez meg is látszódik a műsoron, nem tudom mennyire. De hát imád mindenki oda járni, és tényleg jó, persze vannak ilyen kisebb kis bonyodalmak, de alapjába véve mindenki, úgy jól együttműködünk. A másik kérdésem mi volt? Hát már nem tudom, de nem nyöztetlek, köszi szépen. Nem tudod, hogy mi volt a második kérdésem? Mi, te tudod, mi volt a második kérdésed? Hogy hogyan kerültünk be a kölyök időbe? Hogyan kerültél be a kölyök időbe? Én úgy kerültem be, mint általában a többiek, válogatáson vettünk részt, ahol el kellett mondani egy verset, aki tudott énekelt. Volt egy rosta, amikor ilyen színjátékokat kellett előadni, tehát helyzetgyakorlatokat kellett nekünk kitalálni. És az utolsó, talán a legnehezebb rosta az volt, hogy bekerülni a kölykök közé, és hogy hogyan tudtam beilleszkedni. Nehéz volt, de megoldottam, és most már nagyon jó itt. Nagyon szeretem csinálni. Melyik három kérdést tennéd föl magadnak, a te lenni a szegedi Odessa Keteszem általános iskola Suli TV riportere? Igazság szerint ezért nem vagyok riporter, hogy ne tegyek föl kérdéseket, és ezért gondba is vagyok. Hát olyan alapvető kérdéseket, hogy kerültél be a kölyök időbe, akkor... Hát fogadnám magamat egy kicsit a magánéletemről, de ezt gondolom, még hogy a másokat nem is érdekel, akkor is fontos. És hát harmadik kérdésként, jövővel kapcsolatosan. És mik a válaszaid? Hát ez igazán érdekes. Most olyan kérdéseket tettem fel, amivel eléggé zavarba hozhatnám magamat, ezért... Hát első kérdésre a válasz mi is volt, hogy hogyan kerültem be. Egyszerűen jelentkeztem, és kiválogattak. Szóval ebben semmi pláne nincsen. A második magánélet, ez terjedelmes. Úgy fogalmazom, hogy... Mondhatni úgy is. De most te is tegyél föl pár kérdést, mert végül is, hogy te is, nem tudok magyarul, végül is te vagy a riporter, tehát ezzel kapcsolatosan kérdezzél. Milyenek a tanulmányi eredményeid? Hát nem rossz. Nem rossz. Tehát eddig mondhatni kitűnő tanuló voltam, mert nem volt 4-esem, de most lesz valószínűleg. Hogy állsz a lányokkal? Hát állok.
Hát jól. Köszi szépen. Harmadik kérdés, hogyha már így beleszólhatok. Mi is volt a harmadik kérdés? Tekerjük vissza a filmet és nézzük meg, nem tudom. Hát akkor jövővel kapcsolatosan ez az. Hát ugye azt akarod kérdezni, hogy tévés szakmába akarok-e maradni? Igen? Mondjuk. Hát nem, tudom. Nem tudom, még jövővel kapcsolatosan azt szeretném, hogy sikeres legyen, élményekkel, dúsítva, és hát mindenki jobb jövőt szeretne magának, és embertársainak, hogy szépen fejezzük be ezt a párbeszédet. Hiszel az UFO-kban? Hogy hiszek az UFO-kban? Hát... Földön kívüli lényekbe hiszek inkább. Mondjuk az szinte egy is ugyanaz, de... Úgy 50-50 százalék. Jó, köszönöm szépen. Én köszönöm. Mi gyerekek örömmel látjuk, hogy a gyermekház egyre jobb, egyre színvonalasabb rendezvényeket biztosít a város gyermekei számára. Mondanál erről néhány gondolatot? Hát most éppen az a rendezvény, aminek vége lett, az a Kincskereső Szegedi Gyerekirodalmi Folyirat 20. születésnapjára készült buli, ami egy rendhagyó ünnep volt, egy rendhagyó buli volt, mert a kölyökidő részvételével csináltuk, és üzenem minden tévénézőnek, minden gyereknek, hogy most szerdán, november 2-án 17:30-kor láthatja a kölyökidőben azt a műsort, aminek körülbelül 200-250 szegedi gyerek volt itt részesen nálunk a gyerekházban. Hallhatnánk-e az elkövetkezendő programokról is? Az elkövetkezőkről? A legkövetkező az most szombaton lesz, 10 órától 1 óráig, egy természetesen egészségesen nap. A november az mindig a természetesen az egészség a fogászat hónapja. Mi ezt mindig egy rendhagyó nagy játszóházzal kezdjük. A gyerekház minden termében lesznek programok, amiben a 3 évesek és a 15 évesek is jól fogják érezni magukat. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy jöjjön el szombaton, és ha valaki elhozza a régi fogkefét, illetve a régi üres fogkrémes tubusát, akkor itt egy újra cserélheti. No, persze ehhez néhány feladatot, vagy néhány helyszínt is meg kell látogatnia. A természetesen egészségesen napot követően december 22-én a sportcsarnokban ismét lesz gyerekkarácsony, gyerekkarácsony 94, amelyre a város, illetve a megye kb. 4000 gyerekét várjuk. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy keresse az erőszóló plakátokat az iskolákban, illetve a városban, illetve a meghívóinkat, mert ismét egy egész napon át tartó, a sportcsarnok legkisebb zugát is betöltő programot fogunk ajánlani. És kimondottan a kamaszoknak milyen programot ajánlanak? A kamaszoknak, a 7.-8. osoknak ebben az évben harmadszor indítjuk újra a 7.-8. osztályosok vetélkedőjét. Ennek az a lényege, hogy teljes 7.-es, illetve teljes 8.-os osztályok jelentkezhetnek. Ők novembertől május végéig gyereknapig vetélkednek. Ebben az évben országokhoz kapcsolódnak a feladatok, országok eledelei, országok játékai, országok farsangja vagy lobogi torna például országok jegyében. Az osztályok számára a tét, azon kívül, hogy ez egy nagy buli és ez egy jó játék novembertől májusig, az, hogy a nyáron, tehát gyereknapot követően az első helyzet osztály egy 5 napos ausztriai kirándulás nyerhet, a második helyzet osztály egy 5 napos barátfürdői kirándulás nyerhet, a harmadik helyzet osztály pedig 3 napot tölthet a Bükkben. Ezen kívül még egyetlen egy évben sem távozott egy osztály sem üres kézzel, tehát mindenki valamilyen jó kis tárgyutalmat kapott. Tehát érdemes a 7.-8. osztályoknak ezt meggondolni és jönni jelentkezni. Köszönöm szépen a riportot!